Sziasztok! Sziasztok! Kezdődik a szezon. Esküvőn vagyunk, illetve még csak a készülődést fogjuk majd fényképezni, most értünk ide. Úgy döntöttünk, hogy most nem az autóból veszük fel ezt az intrót, hanem az autó mögül. Mert az autóban hátul volt a GoPro. Igen. Ez egyetlen ok. És így fussunk neki a 2018-as szezonnak. Szandi és Peti esküvőjét fotózzuk ma. Nagyon vártuk ezt az esküvőt, Ricsinek volt egy utolsó megbeszélése még a héten a vőlegényünkkel. Igen, elmentünk, tekertünk 25 km a meccseken, mármint biciklivel. Ez egy fontos infó. Na, megérkeztünk. Csapassuk. Már úton is vagyunk, megyünk Palkonya felé, ott lesz a szertartásunk. A Szandi gyönyörű, nagyon egyedi ruhája van. Peti el fog álljulni. Így van. Mert ez a poén, nem szó szerint. Reméljük nem szó szerint, mert volt egy kisebb baleset az elmúlt napokban, tegnap előtt. Igen, szerdán ugye bringáztunk egyet Petivel együtt. Aztán ő ment egy csütörtökön, és 5 perc alatt csinált nekem néhány pluszfretus munkát, mert óriási cakózott bringával. Szerencsére jól van. Szerencsére jól van, de azért nem lenne jó, hogyha most elájulna mondjuk, hogy ilyesmi. Az arcámban egy-két sérülés. De szerencsére komolyabb fejsérülés nélkül megúszta, akkor ott volt egy kisebb emlékezett kiesés állítólag. Úgyhogy, de nagyon jó kedélyű, nem izgul semmin, úgyhogy mi se izgulunk semmin. Ez lesz itt mögöttünk a helyszín. És itt jön velem szemben a vőlegény. Mindjárt elmondja, hogy hogy érzi magát. Igen, de jól vagyok, verekedtem egy medvével, de a medvét látnátok, az nagyon ott van. Szereplőválogatás volt a visszatérő kettőre. Igen, igen. Támad egy drón. Ó. Oh. Nagyon, nagyon. Meg mindjárt jönnek a futók, mert hogy ez egy olyan lakzó, hogy valójában 30-an leszünk, de TikTokban meg még 500-an. Csak többiek a futóversenyre jöttek valójában. Az nem, ők nem tudják, hogy esküvőre jöttek valójában. Igen. Ők valójában futnak. Igen, igen, igen. Egy szaladós esküvőre. Nem tudják, hogy mit. Te ne fuss, ez a lényeg. Én nem. Én nem. Nem is tudok, mert itt van két ekkora lábon. Mondjuk már egész jól van. Francis Tován megjárhatja a a polgári törvénykönyvről szóló